Evi és Nógrádi Bence alkotják a magyar vártól. Ready? Nincs mire spórolni, úgyhogy nyugodtan engedje ki mindenki a hangját, és biztassuk a magyar csapatot, hiszen Krieger Zsoneri már is két helyet előzve a harmadik pozícióból, sőt a második, harmadik helyen hozza a magyar váltót. Egyelőre a kanadaiak haladnak az élen, a váltás után Liu Shaoang kerül a jégre. 45 kör nagyon-nagyon hosszú, és nagyon-nagyon hosszú volt ez a négy nap, valamint ez a mai nap is, meglátjuk, hogy mennyi energiája maradt a fiúknak, de aki még friss lehet, Nógrádi Bence! A grueling weekend for most of these athletes with three individual events, the mixed team relay and the gender team relay as well. Final race here in Debrecen, Russia, Italy, Korea, Canada and Hungary skating here in this final race. 39 laps to go here, the Italians setting the pace, the Canadian right in second position, the Koreans comfortably sitting in third position, the Russian in fourth. Not too many Russians skated the session today, so they may be a bit more rested. And the home team, Team Hungary, currently sitting in fifth with 36 laps to go. 36 kör van még hátra, és az utolsó pillanatban egy változtatás történt. Természetesen Tiborcz Dániel van ott a pályán, egy nagy tapsal köszöntsük. A szövetségi kapitánynak, a válogatott vezetőjének mindig van lehetősége még az utolsó pillanatban is változtatni a csapat összetételén, úgyhogy Tiborcz Dániel jól teljesített az elődöntőben, most is ott van a csapatban egyelőre. Az ötödik helyen halad a magyar válogatott, és közeledünk a verseny kétharmadához. I could not have said it better. The Italian maintaining the lead here in front of the Canadian. Skating for Team Russia, Semyon Yelistratov, Konstantin Ivlyev, Pavel Sutnikov and Denis Arapetian. For the Italian, Pietro Sigel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti and Andrea Casinelli. For the Koreans, Kim Dong-hook, Hang Dae-on, Park Hyun-wook and Kwak Yoon-gi. For the Canadians, Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Virgil and Pascal Dion. And for the home team, Team Hungary, Liu Shaoang, John Henry Kruger, Nógrádi Bence and Tiborcz Dániel. 28 laps to go. 28 körrel a vége előtt, még mindig az ötödik helyen haladunk, és így Tiborcz Dániel és Nógrádi Bence révén van két friss emberünk, egyelőre Krüger, John Henry a jégen. Ebben a versenyszámban Pekingben a második helyen végzett a magyar válogatott, Nagoyában pedig a harmadik pozícióban zártunk. All five teams still in contention. Fairly consistent tempo since the beginning. The Italians satisfied to set the pace. The Koreans, sometimes a bit more at the back of the pack, have stayed at the front in the semi-final. The Canadian don't want to stay jam in the middle. Steven Dubois passing on the inside. 23 laps to go. Once again, big hello to all of you watching us live all around the world and to the audience here at the Phoenix Arena. Make some noise! Az utolsó 20 körnek vágnak neki a csapatok, egyelőre az olaszok vezetik fel a finisht, és mi az ötödik helyen korcsolyázunk. Liu Shaoang készülődik arra, hogy hát vegye a stafétát, és az ő, mikor ő a jégen van, és ő van a pályán, akkor mindig várható bármikor egy előzés, de lehet, hogy ez még túl korai lenne, hiszen nagyon együtt van a mezőny. Most a koreaiak próbálnak egy pozíciót javítani, ez sikerül is. Ott vannak a második helyen az olaszok mellett. 18 körön belül vagyunk. Veteran Yuri Confortola skating for the Italian. In preparation is the number 74, Tommaso Dotti, the two-time Olympian. Keeping the Italian in first position. Frederick Blackburn, the coach of the Italian team, giving his instruction in the coach's box. The Korean making their move on the outside. Skating now for Team Korea is Hang Dae-on, the 500-meter Olympic silver medalist. 14 laps remaining.
Krüger John Henry adja át ebben a pillanatban a lehetőséget 13 körrel a vége előtt. Még mindig teljesen együtt a mezőny, és folyamatosan az ötödik helyen korcsolyázunk, amikor kicsúsztak az olaszok. Négyen maradnak versenyben az érmekért, és következik a jégen Timorz Dániel. Elképesztően nehéz tartani a tempót a világ legjobbjaival, de hát mi is közéjük tartozunk, és most ez a feladat a Timorz Dánielnek, aki ezekben a pillanatokban szerzi meg azt a rutin, ami lehet, hogy majd jól jön az olimpia során. Az utolsó 1000 méternél a negyedik helyen korcsolyázunk, Nógrádi Bence a jégen. Továbbra is a koreaiak diktálják a tempót, az olaszok pedig majd egy körrel lemaradva. Unfortunately for the Italian, Pietro Siegel fell. That leaves us with four teams battling for gold, silver, and bronze. But inside, Shell Black brings Canada to the first place, pushing Shoda Yajil, the Koreans, Kwak Yoon-gi. In second place, Liu Shaolang, skating for Hungary, and Simon Yaristrato, skating for Team Russia. The Hungarian now in second place with four. Következik majd az utolsó váltás, Nógrádi Bence a jégen. John Henry Krüger készülődik. Elképzelhető, hogy ő fogja behozni a magyar váltót. Így van, jelen pillanatban a harmadik pozícióban vagyunk. Két és fél kör van hátra. Sikerül-e még helyet javítani, vagy így is dobogósok leszünk. És Ádói az utolsó két kör. Másfél kör van hátra. Harmadik helyen a magyar válogatott. Lehet még itt előzni. Bejön a második pozíció. Ádó kicsúsztak. A koreaiak vezetnek, magyar második hely az utolsó futamban. So while the eyes of the audience here at the Ritzen looked at the home team, the Canadians were simply dominant in the final 10 laps. By Team Canada, the official results will come up shortly here at the Phoenix Arena. A hivatalos végeredményre várunk már csak, tisztelt hölgyeim és uraim. Elképesztő teljesítmény nyújtott a magyar férfi válogatott két fiatallal, Nógrádi Bencével és Timorz Dániellel. Valamint természetesen Krüger John Henryvel és Liu Shaolanggal egy nagyon-nagyon kemény négy nap végén. Csodálatos futamot láthattunk, kiderül, hogy mi lesz az eredmény, amint Peter Wörsig hivatalossá teszik a futamon. Will this prove to be a back-to-back win for Canada in the relay? They won gold, the second World Cup of the season in Nagoya. Let's see for the official result. But what a race here, what an exciting race for the men 5,000 meter relay final A again. Then we can proceed with the last medal ceremony of the weekend. Stay with us all around the world, and of course you in the crowd here in the audience in the Bretton. Proceed with the medal ceremony. Gold for Canada, silver for Korea, and bronze for Team Hungary. Egy bronzérem tehát zárásként itt Debrecenben a Phoenix Arénában a magyar férfi válogatottól, csak úgy, mint a legutóbbi állomásán.